Megjelent Jakubec Márta Tettenért kegyelem című könyve. A mindennapok emberi tapasztalataiból merítve az Istent és az isteni kegyelmet keresni és tetten érni. Erről szól a kötet, amelyet a muzslai olvasóközönségnek is bemutatott a Felsőszeliből származó írónő. Azért adtam ezt a könyvemnek ezt a címet, mert József Attila írja a versében, Isten című versében, hogy tetten értem őt az én szívemben, és számomra ott ez egy kulcs szó volt, hogy tetten érni, megragadni, továbbvinni, építkezni belőle, és folytathatnánk a sort. Jakubec Márta írásait közel 3 évtizede olvashatjuk a Remény című katolikus heti lapban. Legújabb könyve a Csendkóstoló rovatban megjelent írásokat gyűjti egy csokorba. Elmélkedései korábban is jelentek meg Csendbe rejtett kulcsszavak és Szeretet a horizonton című könyveiben. Ő hívta életre a kisegér Cincogi alakját is. Cincogi ötlet, ez valahogy szó szerint kipattant az agyamból azáltal, hogy hitoktató voltam, és túlságosan elvontnak ítéltem meg a hittankönyveket, és szerettem volna érdekessé tenni a hittan órákat, és valami olyan mesét kerestem a könyvtárakban, amit úgy elképzeltem magamnak, hogy tanító jellegű is, de szórakoztató és humoros is, és úgy igazából nem találtam, és megpróbálkoztam vele, és aztán egy könyvé állt össze, később pedig trilógiává. A gazdagon illusztrált gyermekkönyveket szívesen alkalmazzák a hitoktatók is. Cincogi és Cimborái játékosan vezetik végig a gyerekeket a keresztény ünnepeken, az Isten állatkái című mese pedig a liturgikát állítja középpontba. Jakubec Márta arra buzdította a közönségét, hogy az ünnepek alatt adjanak helyet a csendnek, próbálják meg kizárni a zajokat, kikapcsolni a televíziót, a számítógépet, s bizony még a mobiltelefont is. Ezeket úgy gondolom, hogy érdemes lenne kipróbálni, így száműzni az életünkből, legalább karácsony közelettével, magunkba nézni, és meglelni azokat a forrásokat, amikből építkezhetünk. És ez bizony nem más, mint a szikla alapból, vagy a élő víz forrásából való töltekezés. Magára, Krisztusra próbáljunk most már összpontosítani, mert közelednek a léptei, és engedjük be a szívünk rejtekébe.